nem azért lett ez a helyszín, ahol valójában lakom és laktunk, a mama is ott a túloldalon, mert annyira személyeset akartam, hanem mert nem volt pénzünk. Abban a pesti bérházban állunk a gangon, ahol a rendező Fekete Ibolya is lakik. És lakott a mamája is, akiből főszereplő lett a filmjében. A ház teljes lakossága lélegzett visszafolytva nézte, hogy itt mi lesz. És akkor ez volt a bemenős lakás. Ide mentünk be. De a belső az már persze nem itt volt. Az volt a mama lakása, az enyém szembe, és akkor állandó izgalomban voltam, hogy mikor indul neki, hogy vagy átjön hozzám, vagy elmegy, elindul Nyíregyházára egy pongyolába. Szóval azért ez rendben.